Sziasztok, itt Attila, ez pedig a Gémhalom csatorna Victoria 3 harmadik évadának Ausztria sorozata. És igen, az előző részben úgy ismerkedünk vele, tudjátok, felhúzzuk, stabilizáljuk az országot, kiözzük a bürokráciai csődből, meg úgy mindenféléből fellendítettük az építészeti szektort. Most már annyira, hogy mínuszban vagyunk akkor is, amikor éppen a privát szektor építkezik. De nem baj, azt a mínuszt azt le tudjuk küzdeni, és ameddig ilyen fehérrel jelzi, az csak annyit jelent, hogy az ország befektet. Na, menjünk is tovább. Ha minden igaz, ki fog fejlődni mindjárt a központi archívumok. Ez engedélyezi nekünk azt azon kívül, hogy növeli a kapacitásunkat, hogy mennyit tudunk adminisztratív munkákkal elvégezni, hogy azt hiszem, ezt be tudjuk vezetni. Ezzel annyi probléma van viszont, hogy hát nincs annyi papírunk, hogy ezt ellássuk. Szóval papírra lenne még szükségünk. Ezt bevezetnénk? Ehhez nincs elég qualificationünk. És drágább lenne. 776-ba kerülne, akkor azt még nem vezetjük be. Valószínűsíthetőleg vagy itt vannak el. Mondjuk ez már túl sok lenne, szerintem itt vannak a poroszok. A poroszoknak a katonai képzettsége sokkal jobb szinten van ebben az időben, mint itt bárkinek. Szóval valószínűleg ők jól állnak abból. Mit ér itt? Vas még mindig. Tényleg a vas az mennyire növekedett meg? Hát megnövekedett, csak... az, hogy mennyi kell belőle, az is növekedett. Mert építettük a fegyverészeti szektorunkat. Fegyverkészítést, mindent építettünk. Több bányára lenne szükségünk. Vagy a bányáknál esetleg egy ilyet bevezetni. Az baj, ehhez szerszám meg szén kéne. Bevezethetjük, de mi van akkor, hogyha mondjuk úgy vezetjük be, hogy nem mindenhol. Itt Csehországban be van vezetve. Mondjuk Közép-Magyarországon mit szól hozzá a játék, hogyha itt bevezetjük? Egy picit a vasat lejjebb viszi az árát, és a szénnek feljebb megy. Szóval az úgy hát egy picikét javítja itt a helyzet. Na, itt, nem itt van? Várjátok, nem, itt van. Itt egy picit javítja a helyzetet. Látjátok, a szén is az mínuszba van, ellenben viszont... a vas kevésbé van mínuszban. Kicsit balanszoljuk a szituációt. Külön termelő épületeinket terhelünk azzal, hogy melyik van nagyobb mínuszban. Ha jobból exportálnak tőlünk? Igen, azért kerül ennyibe. Ellenben viszont ezzel az exporttal az az egyetlen probléma még, hogy... hogyan fogalmazzak, drága nekünk is. Szóval azt is mi fizetjük, mert ugye az katonai dolog. Na, hogy áll a... Jaj, tényleg ez még az évtizedekig el fog tartani, ez az adminisztratív épületeknek az építése. Viszont kíváncsi leszek, hogy itt akkor mennyire fog felmenni az adminisztratív kapacitásunk. Mennyi van most? Hol van? Itt. Még kettőt építünk meg. Adózási kapacitás 145. Hát, az 5 darab nem fogja kihozni. Az 5 darab nem fogja kihozni, és nagyon drága nekünk, hogy ennyire mínuszom. Bürokraták, clergymen. Ezt vajon átállítsuk? Tényleg ezt nézzük meg, hogy itt melyik épületünk milyen állapotban van. Ez pluszba lenne, viszont a ruházatunk az mínuszba kerülne. Azt nem. Most úgy gondolom, hogy egyelőre még minden pont úgy van beállítva, hogy jó legyen államilag. Tehát bármit állítunk, akkor valaminek az ára az egekbe szökken. Valaminek az ára pedig lejjebb fog zuhanni a semmibe. Igen, a szerszámok is drágák. Hol van? Itt van, ezt viszont lehet át fogom állítani. Az egyetemen ne a papok tanítsanak, hanem tudjátok, akadémikusok. Illetve, hogy az államháztartásban is hozzáértő bürokraták legyenek, nem pedig papok. Ez kicsit költségesebb, de szerintem hosszú távon igazából ez a lépés az, ami kell nekünk. Na, megnézitek, bürokráciából most már vissza is jutottunk pluszba.
Azért is jó, hogyha ezt visszük fölfele, és kimaxoljuk ezt a maximális jobboldali csíkot, azaz bónusz kapunk a maximális szinten, mert mindenhol egy bizonyos százalékkal növelni fogja az építészeti szektorunknak a effektivitását? Igen, az effektivitását. Szóval valószínűleg egy picit többet fognak több ilyen építési pontot termelnek. Na, most már végre megvan a plusz 25 adózási kapacitásunk, és megnézitek, a pénzünk megugrott egy 10 000-rel kb. Tehát eddig olyan 1100 környékén voltunk, most már 11 000-en vagyunk. Még mindig van 14 000 adó, amit nem fizetnek be. Average uncollected tax, igen. Méghozzá valószínűleg itt ugyanúgy. Egyszerűen még ezzel a bővítéssel is, és a technológiai fejlődéssel is még mindig egyszerűen nagyon sokan laknak itt. És amiatt. Van olyan hely, ahol mondjuk kevesen laknak. Arra vagyok kíváncsi. Ausztria, Montenegro. Az hol van? Montenegro? I'm confused. Montenegro itt van erre. South Tirol. Miért nem jelöli ki? Tehát, hogyha így rámegyünk, akkor miért nem jelöli ki vajon? Lombardia. Csehországot viszont kijelöli. Mert nincs ott építve semmi. Vagy legalábbis nincs ilyen építve. Jó, oké, akkor figyeljetek, megtaláljuk. Ausztria. Montenegro. Ja, ez itt lent. Ah. Ja, ez itt szét van szakadva. Nem tudom, hogy mennyire akarjuk ezeket így berakosgatni hozzánk, mondjuk Szerbiát, meg Valachiát, Valahiát, akárhogy is ejtik. Protektorátus az Oszmán Birodalom megvédi. Technikailag, ha nagyon szeretnénk, ide lefoglalhatnánk az oszmánokról. Hoz. De nem tudom, nem akarok most ilyen háborús időszakot. Egy nagyon erős gazdaságot szeretnék összerakni, tehát olyan piszkosul erősek vagyunk. És hogyha nincs annyi katonánk, akkor ugye több pénzt tudunk építészetre befektetni, több pénz megy építészetre, akkor többet tudunk megint építeni, többet tudunk megint befektetni, blablabla, bla, bla. Értitek, ez így növekszik. Ahogy növekszik a bevétel, úgy növekszik az építészet, növekszik a bevétel, növekszik az építészet. És így haladgathatunk előre. Nem, ezekkel az adminisztratív épületekkel nem oldjuk meg a szituációt, az a helyzet, hogy eléggé kicsikét tesznek hozzá a dologhoz. Mert még ugye még a kisebbik szinten vannak. Tehát, hogyha ezt be tudnánk vezetni, akkor lenne az igazi. Ez viszont nekünk papír kéne. Tehát meg kéne oldanunk, hogy azt a plusz 580 papírt, azt el tudjuk látni. Amit hát megejthetünk azzal, hogy vagy építkezünk, vagy importáljuk esetleg. Tudjuk valonnan importálni? Na most már lehetnek cégeink! Ha-ha-ha, lehetnek cégeink! Milyen cégeket tudunk bevezetni? Szóval be tudjuk vezetni a livestockosat, be tudjuk vezetni az aranycégeset. Prémium papír. Plusz 10% bürokrácia. Ühühühü. Ausztriai prémium papír. Az jól hangzik. Textil. Textiles is. Prémium papír. Ezt miért nem tudjuk bevezetni viszont? Ja, mert ehhez még kéne a percussion cap. Building level is greater than or equal to 10. Akkor lehet viszont a fegyverüzemünknek egynek kell 10-nek lennie. Az, ami azért fura, mert itt ugye azt jelzi, hogy itt 10. Tehát, hogy de akkor ez itt az összeset jelöli, itt meg az egynek a méretére gondol. Oké, figyeljetek, szerintem a bürokrácia legyen. Plusz 10% bürokrácia pontunk lesz, az nagyon jó. Egy prémium papír. Nem tudom, mennyi cégünk lehet mondjuk. Tehát lehet, hogy később ezt megszüntetjük. Ezt bevezettük. Meg tudjuk változtatni a nevét. Ha, de király! Osztrák WC papír. Prémium, várjatok, bocsánat. Prémium WC papír. Osztrák prémium WC papír. OPVCP. Vagy OPVP.
OPVP, az lesz. Á, tök jól hangzik, várjatok. Rakjuk oda. Így. OPVP. Ne! Pont elértem a limitet. Így legyen, várjatok, megvan. Prim. Így. Prim. OPVP. Így. Osztrák Prim WC papír. Prémium. Az lesz a teljes megnevezése, az lenne. OPVP. Cool. Na most már csak a Prosperity-nek kell elérnie azt a 10%-ot. Ezt nem tudom, hogy viszont mi alapján fog számítani. Aha. Jó, szóval úgy fogjuk tudni összerakni, hogy nagyobb a termelésünk abból a nyersanyagból, mint a világ átlag. A világ átlag 8,4, ugye? Mi most 8-on vagyunk, tehát az nem sok. Ellenben viszont amúgy is szükségem van papírra, akkor nem importáljuk. Akkor figyeljetek, akkor csinálunk belőle. És hát figyeljetek, legyen. Mennyit fogunk készíteni? 47-et. Hát akkor egy 10 darabra szükségünk lenne. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Így. Illetve amondó vagyok, mivel a pénzünk bírja még mindig, ezért azt fogjuk csinálni, ne inkább az alapján, hogy mennyi lakosunk van melyik helyen, 2 megint növelünk. És ezt bevezetjük, hogy ez legelőn legyen. Ó, abba hagytuk a technológia fejlesztést, az nem jó. Ez a plusz 10% védelem, ez jó nekünk. És produktivitás. Mechanikus szerszámok. Üveg. A vonatok, azt jó lenne elérni. Agrárkultúránk, az fejlődik. A vonatok az nagyon fontos nekünk az infrastruktúra miatt. Nem így akartam, várjatok, ez a Fieldworks az elsőnek, és a mechanikus szerszámok utána, és a vonatok jöhetnek rögtön utána. Általában azt szoktam csinálni, hogy fogom, és hol vannak azok az egységek? Most már más itt a jele a dolgoknak, de általában tudjátok, így fogom, igen, itt van a trenchwork, ez vezeti be az árok katonaságot, tudjátok, amikor árkokat ásnak, és befekszenek, és ez az első világháborús technológia. Általában erre rákattintok, és akkor fejlődjem. És ezzel nagyjából megoldjuk azt, hogy senki ne tudjon elintézni minket háborúban. Most viszont nem szeretnék ugye háború fókuszú lenni, szóval most arra szeretnék rámenni, hogy gazdaság fókuszúak legyünk. Szóval először itt priorizálunk olyan dolgokat, amik úgy gondolom, hogy jól jönnének nekünk. Ezért jó lenne egyetemeket is építeni, de egyelőre nem tudom, minden pénzmet arra szeretném befektetni, hogy az építéseti szektorunk az fejlődjön. Építéseti szektorunk, nem szeti, építészeti. Hogy vannak most már az investment pool? Még mindig nincsenek elég jól. Még mindig nem szereznek annyi pénzt, hogy fixen tudjanak építkezni folyamatosan. Az egyiptomi oszmán krízis. Ez miért érint engem ennyire? The Ottoman Empire's attempt to take back control of the Levant from Egypt has become an international incident. Our involvement may tip the balance of power in the region. Egyiptom és az oszmánok háborúba fognak kerülni. Na most ezt viszont szeretném, azt nem mondtam, hogy nem fogunk háborúzni. Azt mondtam, hogy nem szeretnék háború fókusz lenni. Viszont szeretném befolyásolni a politikát diplomácián keresztül. Szóval ebbe lehet, hogy bele fogunk szólni ebbe a háborúba, még akkor is, hogyha annyira talán nem éri meg nekünk, abból a szempontból megéri, hogy egy gyenge oszmán birodalom, azt könnyen el tudjuk intézni itt, hogyha szeretnénk határt bővíteni. Értitek? Esetleg, hogyha meggondolnánk magunkat, akkor felkészítjük a területeket. Festékhiány van. Hogy lett festékhiány? Textilipar és az üvegipar. És trade, import trade. Egyiptomtól importáljuk, jól sejtem?
Nem, így a trade route-okból jobban meg tudom nézni. Nem, az oszmánok exportál... Mi exportálunk az oszmánokhoz. Szóval Egyiptom importálja tőlünk. Várjatok, mégiscsak meg tudom nézni itt jobban. Igen, Egyiptomból importáljuk a festékünket. Ami tök jó, mert éppen háborúba fog kerülni az oszmán birodalommal, szóval abba bele fognak kötni ott a dolgainkba. Nézzünk egy esetlegesen egy másik útvonalat, ahonnan hozhatjuk. Hol vannak? Festék, festék, festék. Sose, ezt sose látom át ezt a részt. Itt van. A Dutch piacról el tudunk hozni. Nagyon jó, hozzuk. Meg a British piacról is. Úgyné. És attól a kettőtől hozzuk, azzal már teljesen jók is leszünk. Hogy van itt ez a dolgunk? Anatólia. Erre már raktunk. Itt ez a ilyen stratégiailag érdekszféránk, és akkor van, ide raktunk egyet, Ibériába is van, oda nem szeretnék, oda nem érdekel most. Franciaországba viszont érdekel. Itt most ők háborúznak egy az egybe, vagy mi történik itt? Érdekes, hogy ezt nem látom, vagy tudom befolyásolni. Ó, oda nézzetek, ott olyan kis nyilacskák vannak. Miért nem? Miért nem látjuk ezt vajon? Pedig ebbe a részbe tartozik. Szóval várjunk, és hogyha mondjuk a franciáktól visszaveszek. Jó, mindegy, maradnak a franciák. Nem tudom, szerintem ebbe beletartozunk, és csodálom, hogy nem látjuk. Ó, szavazást szeretnének. Oda nézzetek. Be akarnak hozni egy törvényt, ami földszavazás lesz. Hát nem ebben. Autokrácia, landed voting. Hát elég ellene vannak viszont az ausztriai arisztokraták. Ausztriai. Legal, censorship, interventionalist, traditionalist. Jó, ez jó, ez jó törvény. Jó. Egyszer megpróbáltam bentartani az autokráciát, meg a nemeseket, meg a rabszolgaságot, nem annyira működött. Én direkt kijelöltem, hogy tudjunk itt befolyásolni dolgokat, aztán most kiderült, hogy nem nagyon tudunk. Anomália. Az eventtel direkt kiválasztottam azt, hogy tudjuk befolyásolni ezt a háborút. De nézzétek, most se lesz háborunk ebben a részben. Mondjuk, hogyha itt kialakul egy háború, ami most már meg fog történni, Egyiptom gyengébb, mint az oszmán birodalom, akkor Szerbiára mi is tudunk ugrani akár. Vagy meg tudjuk támadni szerintem azért. Meg tudjuk támadni egyáltalán? Conger State. Meg tudnánk támadni, hogyha szeretnénk. Aha, adna nekünk egy kis infomit. Szerbiában mi van? Mi nyersanyagok? Van vas. Hopp, ott viszont rengeteg szén van. Itt is van vas. Ti nektek, hogy vagytok így diplomáciailag? Ó, kimentem. Szóval Moldáviában van egy védelmi szövetségük, és az oszmánok azok védik őket szintén. Mennyire erősek? Figyeljetek, próbáljunk meg egy ilyet. Én a mondó vagyok, nézzük meg, milyen a háború. Menjünk egy háborút. Ezen nem újon, figyeljetek. Liberate subject. Nem azt szeretnénk, hanem egy Conger State-et szeretnénk. Méghozzá ezzel... Aj, ezzel még nem férünk hozzá a Fekete-tengerhez. Nem baj. Jó lesz az, menjünk arra. Menjünk.
Azt mondja, 27,5 infamit fog adni nekünk. Erőltethetjük is azért. Diplomáciai követelést rögtön átugorjuk, és a diplomáciai játékra megyünk. Aha. Most én elméletileg elindítottam, de akkor most itt nincs. Na most felugrott. Aha. Mozognak a katonáik, oda nézzetek. Ott megy a hadosztályuk. Ha-ha-ha! Na hát figyeljetek. Második Coppers kommandó, első Coppers kommandó. Őket mobilizáljuk, és azt mondjuk nekik, hogy Station HQ, deploy to front, plan a naval invasion. Oké, okay, frontvonalra kiküldjük őket. Oda. És ott is van egy útvonaluk, és itt van a második korpszkommandó. Őket is mobilizáljuk, és őket viszont ide küldjük ki erre a frontvonalra. Ennek nincsen parancsnoka. Hoppá. És védelmi stratéga, nagyon jó, őt fel is vesszük. És azt mondom, hogy Adamant Defend, az mit jelent? Fogja? És beássák magukat. Ez konkrétan, ez az Adamant Defense, konkrétan az első világháborús árok, felkészítés meg hasonlók. A Defend Front az csak egy ilyen finomabb védekezés, nem egy teljes, tudjátok, hú, itt nem engedünk át senkit, hanem egy jó, most itt várunk, és csak védekezünk, és várjuk a parancsot az előrevonulásra. Én amondó vagyok, egyelőre egy ilyen parancsot fog kapni, és promótáljuk még egyszer, és adhatunk neki még egy parancsnokot. Ja, berakjuk őt is. És ő meg különböző parancsokat tudsz adni nekik. Aha, érdekes. Egy seregen belül két különböző parancsnok kaphat különböző parancsokat. Jó. Oké. Okay. Akkor itt vannak a formációk. Az első korpszkommandó. Ők mindkettő vonuljanak előre, azt a parancsot kapják. Bár tudjátok, mi lehet ennek az értelme? Az lehet, hogy az egyiket védelemre állítod, a másikat meg támadásra, és hogyha támadnak, akkor ő védekezik, a másik meg ugye támad, amikor támadnak. Kirrétsz. Command limit. Jó, te leszel az, aki pillage. Tudnak fosztogatni. Tehát előre viszik a frontvonalat, és fosztogatni is tudnak. Na várjatok. Tudjátok, mire jöttem rá? Aha, Adamant Defense. Itt van egy csomó parancs, amit tudsz nekik adni. Wow! Nem csak annyit tudsz mondani, hogy előre, meg védekezz, hanem hogyan védekezz, hogyan menj előre, mit csinálj, miközben előre mész, mit csinálj, miközben védekezzel, és az alapján, hogy milyen statjaik vannak. Erre arra jöttem, akkor úgy jöttem rá, hogy neki ugye van az expert defense stratéga, tehát ő a védekezési expert. Ő, meg is mondjuk neki, hogy ő védekezzen teljesen. Ő pedig ugye semmilyen ilyen különlegesebb képessége nincsen. Szóval tudjátok mit? Vele megyünk előre, nem foglalkozunk vele, megyünk vele előre. Itt ezen a frontvonalon az első Coppers kommandó, neki van egy ilyen cruel traitje. Delaying taktika. Delaying taktika. Azt nem is látom viszont. Ezt lehet, hogy ki kéne fejleszteni? Aha, igen, egy külön katonaságból kéne álljon a 80%-a a katonáknak. Érdekes. Ezt a csatát, ezt jóval megbonyolították, ez sokkal érdekesebb lett. Ki a Coppers Commando 3? Ők egy nagyon minimális csapat. És van egy 4-es Coppers Commandónk, aki szintén egy minimális csapat. Erősítésképpen mozgósítjuk őket, ha szükség lesz rájuk, de addig viszont nem.
és látjuk, hogy hol mozgósodnak a csapataik. Nézzétek meg, itt van egy csomó katonájuk, küldik a hajót, valószínűleg elkezdik az útvonalainkat majd fosztogatni. Tehát itt ez valószínűleg ez már az ő hajójuk, ha itt már fosztogatják is a tengert. Commander, ez a miénk? Mindegy, nekünk nincs elég hajónk ahhoz, hogy ezzel foglalkozzunk. De ugye közben Egyiptom is foglalkozik vele, és itt most már ütközet van. Oda nézzetek, ott lövik egymást. Ha! Hát ez baromi jól néz ki. És van több ütközet is. Aha, itt is van egy támadó csapat, és ott is van egy támadó csapat. Hogy néz ki a diplomáciai játékunk? Tehát nincs más követelésünk, csak ez. Igen. És ahogy nézem, az oroszokat lehet be tudnánk hívni. Mivel tudjunk? Ha be tudjuk hívni azzal, hogy megadunk neki izéket! Nem csak obligation-t, hanem meg tudsz adni nekik célokat. War goals. Átadunk nekik területet. War goals. Melyik területet szeretnék? Fogadjunk Dobrudzsát. Aha. Megmondjuk nekik, odaadjuk nekik Dobrudzsát, és belépnek a háborúba. Ha! Gyertek ma! Várjátok, mit tudunk még? Mit tudunk még? Transfer state. Ezt gondolom, hogy mi adjuk át a területet. Igen. Átadunk egy területet, cserébe gyertek, lépjetek be ebbe a háborúba. Kurva jó. Nagyon jó. Hű, srácok, ez mennyire hiányzott ebből a játékból. Kars. Kars az itt van? Aha, Kars. Lehet tiétek, Kars. Gyertek. És beléptek az oroszok az oldalunkon. És cserébe megkapják a területet, hogyha lenyomjuk ezt a háborút. Barom jó! Hát... Prassa belépett a háborúba! Ha. Oké, akkor nem tudunk két frontos háborút vívni ennyire. Őket, a Corps Commandót, második Corps Commandót átküldjük a másik frontvonalra ide. És annyi lesz a feladatuk... Nem is tudom, hogy ezt így tartsák-e. Őt ki tudjuk vajon venni? Retire. Split formation. Ezzel gondolom kiszedjük őt. Jó, de te is védekezz ezen a frontvonalon. Jó, nem örülök nekik, hogy a poroszok beléptek ebbe a háborúba. A harmadik Corps Commandót is ki fogjuk szerintem küldeni, őket ide fogjuk küldeni, és akkor ők itt fognak vonulni tovább, hogyha lehetőségük van erre. A negyedik Corps Commandót szintén mobilizáljuk, őket szintén kiküldjük ide. Az ő feladatuk az lesz, hogy védekezzenek ezen a frontvonalon, hogyha kialakul valami. Micsoda háború lett belőle, srácok, ezt figyeljétek! Várjátok, itt nem úgy mutatja? A francban. Nézd már, mutass már valami csatát. Military conflict. Mi ez? Ez nem nézette? Nem ezt akarom nézni. Population. Stratégiai régiók? Ez nem az. Hogy nézed meg azt, hogy az ütközet? Hát én a military mondjuk... Azt, amit te itt oda nézzetek! Hát, milyen jól néz ki! Ezt is lefotózom, ebből is lehet, hogy készítek képet YouTube-ra. Franciaország az oszmánok oldalán belépett a háborúba. Yes! Hát ez egy nagyon csúnya háború lesz, srácok. De tudunk. Arra kíváncsi vagyok, hogy demobilize alma. Ez az, végre le tudjuk rakni a katonáinkat. Végre nem kell, hogy ott legyenek. Tudunk-e fölvenni? Nem tudunk conscriptet, nincsen conscriptünk. Ja, a hivatalos katonaságunk van, nincsen conscript. Na most már beálltunk oda arra a frontvonalra. Bár figyeljetek, hogyha tudnak előre menni, akkor menjenek előre. Itt jön egy osztaga az oszmánoknak.
micsoda háború lett belőle. Wow! Hát ez nagyon csúnya lehet, srácok. Ez nagyon csúnya lehet. Be tudunk még valakit venni? Nézzük meg. Nem tudunk senkit bevenni. Viszont, ha már ennyire beléptünk ezekbe az ütközetekbe, akkor az oszmánoktól egy war reparation-t fogunk kérni. Poroszoktól szintén egy war reparation. És kérjünk még valamit, humiliation? Legyen humiliation is. Nem, vegyünk el területet? Nem, nagyon nem akarom, hogy belépjenek még többen. Nem baj, ennyi elegendő. Áthajóztak, nézzétek, itt a franciáknak a katonái. Áthajóztak erre a frontvonalra. Ott mennek. Hű, nagyon sokan lesznek azon a frontvonalon. Milyen hangja van? Kár, hogy nem látni viszont a térképen ténylegesen közlekedni őket. Bár itt a kocsikat viszont látni. Katonai kocsikat. Már egy is kezdődött a háború? Még nem kéne, hogy elkezdődjön. Mit lövöldöztök egymásra? Meg nem kezdtük el a háborút. Viszont, ahogy nézem, a színek úgy nagyjából megegyeznek. Nem? Tehát sárga, kék, ott nálunk olyan feketés, sárgás. Cool. Jó, az oszmánoknak fizetniük kell, még ha vissza is lépnek. Ez primary. És még háborúznak Egyiptommal? Még háborúznak Egyiptommal. Egyiptom hogy áll ezzel a háborúval? Ez a háború, ez fontos nekünk, hogy még tartson egy darabig. Mert ez az, ami szerintem így az erőegyensúlyt így megdobja. Viszont, várjatok már. Az oszmánok mit adtak vajon a ajzéknek? Nem tudjuk megnézni vajon? Hogy miért léptek be? Vagy csak szimplán amiatt léptek be, mert be akartak lépni. Az oroszoknál látnánk. Nem látom, hogy milyen okkal léptek be. Azt az osztrák piacot megnyitja, nyílt piacot akarnak nálunk a poroszok. Az a követelésük. Odahoztak 80 hadosztályt. Nem baj. Ahogy nézem, mennyi orosz hadosztály! Jól alakul. Nem 40 van, csak láttuk már ott. És még nem érkezett oda. Jó, srácok! Micsoda világháború alakult ki itt. Egyetlen háború az megvan, hogy ez az oszmán-egyiptomi konfliktusnak a háborúja. Amiben beleszóltak az osztrákok, utána rögtön beleszóltak az oroszok, beleszóltak a franciák, és beleszóltak a poroszok is. És ebből a konfliktusból lett világháború. Konkrétan. Jó, azért nem világháború, mert ha megnézitek, ez csak Európa meg a Közel-Kelet jóformán. De nem baj. Viszont figyeljetek, ki fog törni. A Danubiai háború. Nice. Na gyerünk, csattanjon az az ütközet. Minuszban nem kéne beleesni, szóval lehet a papírokat, majd megállítjuk a készítését. Jó, elindult. Ahogy nézem, megy is a trade route-unknak a cucca pusztítása. Pluszba is lettünk, mert annyira nem drágák így a dolgok. Na, arra vagyok kíváncsi, hogy itt hogy alakul a dolog. Mit tudunk nézni? Szóval itt van egy ütközet, azt látjuk. A franciák lenyomnak minket. Pedig mi védekezünk. Szomorú. Nem, most fordult a kocka. Megy ide-oda az esély. Itt is van egy ütközet. Na várjatok, két különböző hadvezér van ilyenkor? Aha, különböző hadvezérek vezetik. Cool. Itt hogy alakul a dolog? Itt megyünk, foglalunk. Aha. És akkor el is foglaltuk azt a részét. Jó. Itt hogy néz ki az a szituáció? Itt nem látok ütközni. Ja, ott ütköznek meg. Ott vannak a mi embereink is, mert ez az egész egy frontvonal.
És akkor itt vagyunk ebben a mennyiségű emberrel. Poroszoktól nagyon sok katona van itt. Aha, itt mi támadunk, és nyerünk a franciák ellen. Itt megint nyertünk. Az ellenére, hogy amúgy az esélyünk nem olyan jók, ott a győzelem megvan. Itt meg haladnak a két miniseregemmel. Remélem, hogy ki tudunk alakítani egyfajta ilyen körbekerítést, és akkor tudjátok úgymond a szuplájukat kiszedni. Látok, tudok-e olyat... Itt van a fővárosa van? Igen, ott a fővárosa, szóval ez lesz a célunk. Úgy. Oh, itt vannak az oroszok is szintén. Oda nézzetek! Az egész kialakult egy ilyen frontvonallá. Hát én ámuldozok, srácok. Nézzétek, hogy a térképen mekkora izé lett belőle. Itt nem is látok, itt nincs is igazából ütközet. Itt csak megyünk előre, azt amiatt nem is látszódik semmi. Itt viszont szintén ütközet. Hogy állunk viszont? Egész jól ezen a frontvonalon. Nem látom, hogy előre haladtunk volna ott. Itt haladunk előre, mert ugye nincs ott ellenállás, itt viszont úgy látom, hogy azért tartják a frontot. Itt is úgy látom, hogy ott stagnál a helyzet. Itt nagyon úgy néz ki, hogy az oszmánok egy picit előre haladtak. Itt az oroszok harcolnak, és ahogy látom, nagy nehezen elfogják a 18-as offenzíva. Az oroszok nem a legjobb szövetségesek ebben az időszakban szerintem. Kellemetlenül. Sok emberük van, de azok gyengék. Na jó van, figyeljetek, szerintem ez a háború az el fog tartani. A warscore-unk az zuhan. Az zuhan igen rendesen. Ha nézzük, nálunk több halott van és több sérült van. Oké, akkor az esélyünk az jóformán az lesz, hogy elfoglaljuk a fővárost esetleg. Na jó van, figyeljetek, viszont ezzel lezárom ezt a részt. Remélem jól szórakoztatok, és remélem csatlakoztok hozzám legközelebb is, ahol látjuk, hogy mi lesz ennek az egésznek a végkimenetele. Asszimilációs dolog. Jaj, ez a diszkriminációs dolgok történnek, jó, mindegy, ez... Épüljenek be. Ó, ott azok mozognak, nézzétek meg, pedig megállt az idő. Cool. Tetszik ez a harcrendszer, nagyon tetszik, amit alakítottak vele, ez sokkal jobb. Tehát úgy érzem egyébként az előző, amit készítettek, harcrendszer, az csak ilyen, úristen, jön a kiadás, fejezzük be a játékot. Ez meg az, amit terveztek eredetileg. Mondom, szerintem így kellett volna kiadni a játékot. Remélem jól szórakoztatok, remélem csatlakoztok hozzám legközelebb is, addig is pedig nézzetek körbe a csatornán, hát ha találtok mást, amit szívesen játszanátok. Játszanátok? Néznétek. De amúgy, amit szívesen játszanátok is. Sziasztok!